Mielőtt tovább mennénk, volt nekem itt két kisebb hibám, amit szeretnék először is kijavítani. Az egyik az volt, hogy az avatarnak a maximális méretét azt ugye 20 kilobájtban akarta meghatározni az elején, viszont a feltételnél 50 kilobájtot írtam, tehát akkor ezt most átírom 20 kilobájtra. Illetve még volt egy errorunk az avatarnál, ahova nem állítottuk be az error avatar egyenlő true-t. Tehát, hogyha a képmérete az 100x100, illetve nem 100x100 képpont, akkor az error avatar értékét azt szintén true-ra fogjuk állítani. Általában ugye, hogyha van egy hosszabb regisztráció, kitöltjük, és hogyha hibák vannak, akkor azt ugye visszadobja nekünk, és ilyenkor kezdhetjük előről kitölteni. Ez nem túl kényelmes dolog a felhasználónak, éppen ezért, hogyha hiba van az űrlapban, akkor szépen dobjuk neki vissza azokat az adatokat, amiket ő már korábban megadott. Az első ilyen adat, amit vissza fogunk neki adni, az a felhasználó név lesz, és ezt úgy fogjuk tudni megcsinálni, hogy adunk egy value-t az adott inputnak. Tehát, hogyha ide beírunk valamit, és frissítjük, akkor meg fog ott jelenni egy value, amit megadtunk a HTML kódunkban. Nekünk viszont arra lenne szükség, hogy a posztban elküldött értéket adjuk vissza a felhasználónak, tehát itt is nyitunk szépen egy PHP-t, és megvizsgáljuk az ISET függvénnyel, amit már elég jól ismerünk, azt, hogy a post és ennek a neve az volt, hogy username, tehát hogy a post username az be volt-e állítva, és ezután teszünk egy kérdőjelet, egy kettős pontot, és a kettős pont bal oldalán fogjuk a feltételnek az igaz részét megadni, a jobb oldalán pedig a hamis részét. Tehát amennyiben ez a feltétel teljesül, tehát a post username az be van állítva, akkor egyszerűen kiekózzuk neki a post username-et. Tehát itt egyszerűen csak annyit kell megadnunk, hogy post username, és majd az elejére teszünk egy echo-t inkább. Ellenkező esetben pedig nem írunk ki semmit, tehát teszünk egy üres stringet, és az elejére pedig ideírjuk, hogy echo. Még egyszer akkor, hogy mit jelent ez a sor. Tehát amennyiben a post username tartalmaz adatot, tehát el lett küldve az űrlapban a username változó, abban az esetben kiíratjuk annak a tartalmát, ellenkező esetben nem írunk ki semmit. Próbáljuk most ezt ki. Tehát hozzuk be először is az űrlapunkat, és vegyük meg felhasználó névnek azt mondjuk, hogy akármi. Ha most elküldjük az űrlapot, akkor már vissza fogjuk kapni azt az értéket, amit az imént megadtunk. Ugyanezt a módszert akkor megcsináljuk a többi mezőnél is. A jelszót értelemszerűen nem fogjuk visszaadni, viszont az e-mailekkel ezt nyugodtan meg lehet csinálni. Tehát lesz egy e-mail 1 és e-mail 2, és akkor mindenhol át kell írni a username-et az adott mezőnek megfelelő értékre. E-mail 1 és e-mail 2. Próbáljuk most ki az eredményt, tehát akkor adjuk meg az e-mail címeket is. Elküldjük a formunkat, és amennyiben hibát észleltünk, visszakapjuk ugye az űrlapunkat, de már ki lesznek töltve azok az adatok, amiket az imént megadtunk. Ezzel lényegében minden lehetséges variációt lekezeltünk, ami általánosságban előfordulhat. Csináljuk most valamit ezekkel az adatokkal. Leggyakrabban ugye, hogyha űrlapot dolgoztatunk fel, akkor annak az eredményét vagy elküldjük egy e-mailben, vagy pedig ebben az esetben ugye letároljuk adatbázisban, ugyanis általában a regisztrációnak az a célja, hogy a felhasználó adatait adatbázisban tároljuk le. Egy kicsit változtassuk most meg itt a végét a dolgoknak, tehát vegyük ki ezt a feltételt innen, és tegyük ide a végére. Tehát itt ér véget az a feltételünk, amikor megvizsgáljuk az avatart, és akkor a feltételt bővítsük ki annyival, hogyha az error data és az error avatar értéke is false maradt. Ez a sor ugye azt fogja jelenteni, hogy az avatar, illetve az egyéb űrlapmező kitöltése során sem keletkezett semmilyen hiba, tehát akkor kiírjuk azt, hogy sikeres regisztráció. Megnézzük, hogy ez így működni fog-e. Frissítjük, megadunk valamilyen jelszót, és elposztoljuk az űrlapunkat. A felhasználó név nem tartalmazhat speciális karaktert, igen, ez legyen mondjuk akkor A betű. És akkor elküldjük a formunkat, megkapjuk a sikeres regisztráció üzenetet. Annyit csináljunk még meg, hogy az error avatar nevezetű változót azt inkább tegyük ide ki az elejére, mégpedig ott, ahol az error datát deklaráltuk, ugyanis ezek logikailag valamilyen szinten összetartozó változók, tehát ezek jobb, hogyha egymás alatt vannak inkább megadva. Innentől kezdve nincs más dolgunk, mint hogy csatlakozzunk az adatbázisunkhoz, és szépen beillesszük ezeket az adatokat, amiket ugye sikeresen feldolgoztunk. Az adatbázishoz történő kapcsolódásnak többféle módszere van.
mi most a MySQLi függvény az, amit használni fogunk. A MySQLi-t az kétféleképpen használhatjuk, működik a hagyományos procedurális megközelítéssel, illetve objektumorientált szemlélettel is használhatjuk. Mi most az utóbbit fogjuk használni, hogy egy kicsit ebbe is belekóstoljunk. Létrehozunk először is egy változót, ennek az lesz a neve mondjuk, hogy SQL, és létrehozunk egy MySQLi nevezetű objektumot, amit a new kulcs szóval fogunk bevezetni. Az objektumorientált nézetnek ugye az lenne az alapelve, hogy vannak osztályok, és az osztályokból tudunk objektumokat létrehozni, és az objektumokon keresztül tudjuk elérni az osztálynak az adott függvényeit, amikre éppen szükségünk van. Tehát mi most a MySQLi osztályból fogunk létrehozni egy példányt, és amikor létrehozzuk ezt a MySQLi objektumot, akkor ennek meg kell adnunk négy darab paramétert. Az első lesz a host, ami jelen esetben localhost. A második és a harmadik lesz a felhasználó név, illetve a jelszó az adatbázisunkhoz, a negyedik pedig az adatbázisnak a neve. Nálam a felhasználó név és a jelszó az mind a kettő root. Én itt a saját gépemen root felhasználót használok minden adatbázishoz, azonban ez nem a legjobb megoldás, tehát hogyha létrehozunk egy új adatbázist, akkor célszerű hozzá létrehozni egy külön usert és beállítani annak külön a jogait. Tehát a root userrel nem tanácsos dolog dolgozni. Az adatbázisom neve az pedig az lesz, hogy user. Vessünk egy pillantást most erre az adatbázisra, itt a phpMyAdminban meg tudjuk nézni a szerkezetét. A user adatbázisom egy darab user nevezetű táblát tartalmaz, és a user táblának négy mezője van. Az első a user ID, ez egy egyedi azonosító lesz, ami autoinkrementes, tehát ahogy beszúrunk egy usert, mindig egyel fog nőni az értéke. A második lesz a username, az e-mail, illetve a jelszó. Ezzel megpróbáltunk kapcsolódni az adatbázisunkhoz, azonban előfordulhat, hogy hiba lép fel, tehát ezt le kell, hogy kezeljük. Ugye azt mondtuk, hogy az objektumorientált szemléletnek az a lényege, hogy a példányokon keresztül érjük el az osztályoknak az egyes metódusait. Tehát nekünk most a példányoknak a neve az volt, ugye, hogy SQL, az imént deklaráltuk, és ezen a változón keresztül, tehát ezen a példányon keresztül szeretnénk elérni a MySQLi osztálynak a MySQLi R0 függvényét, amit ezzel a nyilacskával fogunk tudni megtenni. Tehát a függvénynek a neve az lesz, hogy MySQLi R0. A MySQLi R0 fogja tartalmazni hibát, tehát amennyiben nem sikerült a csatlakozás az adatbázisunkhoz, akkor ezzel fogjuk tudni megkapni a hibaüzenetet. Tehát kiekózunk egy hibaüzenetet, használjuk a szépen formázott klasszunkat erre a célra, message, error, és mondjuk azt, hogy adatbázis hiba. És ha nagyon precízek akarunk lenni, akkor ki is írhatjuk a hiba kódját, illetve a hiba üzenetét. Tehát megint a példányunkat fogjuk használni a hiba üzenetnek a kiírására, és ez pedig a connect R0 az, amit ki fogunk kiratni, ez lesz a hibának a száma, és akkor hozzáfűzzük még egy szó közel elválasztva a hibának a szövegét is, amit pedig úgy fogunk elérni, hogy SQL és connect error. Lefuttatjuk most a kódunkat, azért megnézzük, hogy nem ejtettünk-e semmilyen hibát. Ugye ez a kódblokk csak akkor fog végrehajtásra kerülni, hogyha helyesen töltöttük ki az űrlapot. Tehát most egyszer kitöltöm az űrlapot helyesen, és akkor utána azt fogom frissítgetni. Ugye megkaptuk a sikeres regisztráció üzenetet, tehát valószínűleg sikerült a csatlakozás az adatbázisunkhoz. Mindjárt kipróbáljuk, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk átírom a felhasználó nevet valami másra. Ebben az esetben hibát fogunk kapni, mert ami rendben is van, viszont valamit elgépeltem. Mégpedig azt, hogy ez nem MySQLi R0 lesz, hanem Connect R0. Elnézést. De megpróbáljuk még egyszer. És ebben az esetben már megkapjuk azt, hogy adatbázis hiba, a 1045 lesz a hibának a kódja, és ez pedig a hibának a szöveges megnevezése lesz. Tehát ez lesz, amit a Connect Error-ral fogunk visszakapni. Ha azt szeretnénk, hogy ez az üzenet ne jelenjen meg, tehát ez az, amit alapból kiír nekünk a PHP, akkor ezt egy úgynevezett hiba elnyomóval tudjuk eltüntetni. Ezt a részt ugye most azért írtuk meg, hogy egy kultúrát formában megjelenítsünk egy hibaüzenetet, és így nem túl szép, hogy a PHP az szépen még kírja nekünk a saját hibaüzenetét. Viszont, hogyha teszünk egy kukacot az objektum létrehozása előtt, tehát ide beteszünk szépen egy kukacot, és megint befordítjuk az oldalt, akkor az imént látott hibaüzenet már el fog tűnni, és csak az általunk lekezelt hiba fog megjelenni. Tehát ezzel a kukaccal elnyomtuk a PHP által generált hibaüzenetet, és helyette csak a saját hibakezelésünk az, ami meg fog jelenni. Ebben az esetben viszont még egy exitet azért írjunk ide, hogy
a kapcsolatot azt akkor szüntessük is meg. És a következő dolog, amit meg fogunk írni, az egy lekérdezés lesz. Tehát most már eljutottunk odáig, hogy minden adat rendben van, kapcsolódtunk az adatbázisunkhoz, és írnunk kell ehhez egy lekérdezést most. Előtte azért visszaállítom a felhasználó nevet, hogy ne kapjunk újabb hívóüzenetet. Tehát írnunk egy lekérdezést, egy queryt, ezt is egy változóban fogjuk eltárolni, és a queryn belül egy MySQL insertet fogunk megadni, amit úgy fogunk elkezdeni, hogy insert, into, utána megadjuk a táblának a nevét, ahhoz szeretnénk beilleszteni az értékeket, az a user lesz a tábla neve, utána zárójelben megadjuk azokat a mezőket, ahova szeretnénk beilleszteni az űrlapból jövő értékeket, az első ugye az a user username lesz, azt hiszem így neveztem el a táblát, user username, email és password, ez lesz a sorrend. Tehát user username, user email és user password. Ezekbe a mezőkbe fogjuk berakni, amik jönnek az űrlapból, és most már csak annyi dolgunk maradt, hogy a values után megadjuk szintén zárójelek között azokat a változókat, amik az űrlapból jönnek. Ezeket a változókat ugye korábban már elneveztük. Az első változónk lesz ugye a username, a következő változónk az email lesz, illetve az email 1. Ugye mert volt e-mail 1 és e-mail 2, mert nekünk elég, hogyha az e-mail 1-et szúrjuk be, de ugye elvileg az e-mail 2-nek is ugyanaz az értéke, tehát ha akarjuk, akkor azt is beszúrhatjuk. És ezután már csak a jelszó az, amit be fogunk szúrni. És ezt rögtön úgy fogjuk megtenni, hogy ráteszünk egy titkosítási algoritmust, mégpedig egy SHA-1-es algoritmust, ami a Secure Hash algoritmnak lesz a rövidítése, és ezt a PHP-ben az SHA-1 függvénnyel fogjuk tudni elérni, és a paraméterébe pedig megadjuk a passwordöt, illetve a password 1-et, ugye mert itt is ellenőriztük az egyezőséget. Ez az SHA-1 nevezetű függvényünk, ez egy egyirányú SHA algoritmus szerint fogja nekünk titkosítani a jelszót, aminek az a lényege, hogy csak egy irányba működik, tehát hogyha egyszer bekódoltuk a jelszavunkat, akkor az többé nem lehet onnan visszafejteni. Mindjárt megnézzük, hogy ez hogy néz ki. Először is kiekózzuk a queryünket, hogy lássuk, hogy nem ejtettünk benne semmilyen hibát. Tehát, hogyha most frissítjük az oldalt, akkor megjelenik a lekérdezésünk, és amint látjuk, a user táblába fogjuk beilleszteni, a user név, user email, user password, itt látjuk, hogy mi a felhasználó név, itt a jelszó, és itt pedig, illetve itt az e-mail cím, és itt pedig nem azt a jelszót fogjuk látni, amit megadtam, hanem annak az SHA-1-es algoritmussal tömörített hash-ét fogjuk megkapni. Ha bármikor megadom ugyanazt a jelszót, amit az imént adtam meg a regisztrációkor, és azt a jelszót ráeresztjük egy SHA-1-es algoritmusra, akkor mindig ezt az eredményt fogunk kapni. Ennek az a lényege, hogyha ez majd bekerül az adatbázisban, akkor ebben a formában fog megjelenni, tehát hogyha valaki ránéz az adatbázisunkra, az nem fogja tudni, hogy mi a jelszó, csak ezt a hash-t fogja látni. Azzal sem ér igazából semmit, hogyha hozzáfér ehhez a hash-hez, mert amikor valakit beléptetünk majd az oldalon később, akkor ugye az eredeti jelszó az, amit meg fog adni, és belépéskor szintén azt a jelszót rá fogjuk engedni egy SHA-1-es algoritmusra, és csak akkor fog tudni belépni, hogyha meg fog egyezni a hash ezzel a hash-sel. Viszont, hogyha ezt adjuk meg, akkor ezt tovább fogja még kódolni megint egy másik algoritmussal, és a belépés sikertelen lesz. Ez lehet, hogy egy kicsit bonyolultnak hangzik, majd ha később csinálunk rá egy példát, akkor egyszerűbbnek fog sokkal látszani. Tehát, hogyha stimmel a queryünk, akkor nincs más dolgunk, mint hogy végre is hajtsuk, ugye mert egyelőre csak annyi történt, hogy megfogalmaztuk. A következő sorban egyszerűen akkor lefutatjuk a queryünket, használjuk ismételten az objektumunkat, amit létrehoztunk, meghívjuk a queryt, és paraméternek pedig megadjuk a queryt, amit az imént fogalmaztunk meg. Ebben a sorban mi megadhatunk szintén egy hibakezelést, tehát hogyha valamiért nem sikerül a queryt végrehajtani, akkor az or die függvényt azt megadjuk, illetve a die függvényt, és annak megadunk még valamit, mondjuk, hogy hiba, egyelőre csak ennyit írunk, nem valószínű, hogy ezt a hibaüzenetet látni fogjuk. Próbáljuk meg akkor ismételten lefuttatni, és hogyha minden jól megy, és megnézzük a tartalmát az adatbázisunknak, a user adatbázisban, akkor már is ott lesz benne egy sor, a user ID az ugye autoinkrementes, tehát az magától fog hozzáadódni, a username a Cyrex, itt az e-mail cím, és itt a password. Ha most elkezdjük ezt frissítgetni, ugye ezt bármennyiszer megtehetjük, minden alkalommal be fog kerülni ugyanaz a user, ugyanazokkal az adatokkal. Ez nyilvánvalóan nem a legjobb megoldás, a következő videóban meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk ezt elkerülni, illetve megnézzünk további biztonsági intézkedéseket az adatbázissal kapcsolatban.